Néhány héttel ezelőtt még a megszokott rendszerint zajlott az élet az iskolákban. Tanultak, tanítottak, feleltek, izgultak, készültek és alkalmanként dolgozatot is írtak. Senki nem gondolta volna, hogy egyik napról a másikra mindez megváltozik. Március 16-ától lépett életbe az új digitális munkarend, amelyhez alkalmazkodni kellett az iskoláknak, a pedagógusoknak. Ez egy teljesen új helyzet, és eddig az iskolák életében még ilyen arányú, vagy ilyen módon digitális oktatás nem valósult meg. A tankerület igazgatója elmondta, hogy a kollégák többsége nagy lelkesedéssel, innovatív és kreatív módon kezdett neki az új oktatási formának. Nagyon sok platformon működik az oktatás, megpróbálták kialakítani azokat a legjobb módszereket, amelyel leghatékonyabban tudják elérni a szülőket és a tanulókat. Hát alkalmazzák a Kréta rendszert, a Google Classroom-ot például, Facebook zárt csoport, Messenger, videócsat, e-mail, és egy mentori rendszer is kidolgozásra került a Kalocsai Nebulóban, a speciális iskolában. Apróbb zökkenők azért akadtak az átállás során, hiszen az esetek néhány százalékában a nehéz anyagi helyzetű családoknál szükség volt külső segítség bevonására. Kalocsán például az önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat közreműködésével szerveztek akciókat, amelyben telefonokat, táblagépeket és számítógépeket gyűjtöttek azért, hogy megkönnyítsék a rászorulók helyzetét a digitális oktatás világában. Mindenki reménykedik abban, hogy az oktatás megkezdődhet, de ezt a digitális oktatás területén elért eredményeket szerintem a következő években nagyon jól tudják majd alkalmazni a pedagógusok.